Érzékelhetjük, hogy Petőfi Sándor, amit a múltban írt, ez a jövőnek szól. Petőfi Sándor nekünk, önöknek, a fiataloknak írta a verset. Petőfi Sándor versei révén nagyon fontos dologról, a szabadságról, az igazságról, a demokráciáról és a szerelemről hallhatunk. És mindez a négy dolog nagyon fontos a mi életünkben. És fél a hatalom tőle, hisz a zsarnokokkal szemben szólt a Petőfinek a versei. És félnek, hogy talán egyszer azok a álmok, azok a versek megvalósulnak, és akkor nem lehet ezt tenni, ami ma történik Magyarországon. El kell, hogy mondjam, hogy én többször beszéltem valamennyi tudományos akadémia elnökével, valamennyi miniszterelnökkel, köztük Orbán Viktor úrral, és nem is egyszer. Ez az Orbán Viktor nem az az Orbán Viktor, aki a Jurta Színházban eddig élő hajjal volt. Ez az Orbán Viktort a hatalom, a vagyon megszédítette. Innen üzenem Orbán Viktornak, egyébként talán mellette szól, hogy nagyon képzett politikus lett, harcol az idegen hatalmakkal szemben a magyar érdekekért, talán, de üzenem neki, hogy jöjjön le a földre, hozzánk, az emberekhez. Fogadj el Petőfi Sándor szellemét, és velünk együtt talán megmarad Magyarország Európa közepén, mert ma nem is gondolják, hölgyeim és uraim, hogy a kubai helyzettől veszélyesebb a helyzet Európa viszonylatában. És igen nagy szükség lenne az összefogásra, mert pillanatok, történelmi pillanatok kell ahhoz, hogy eltűnjön Magyarország Európa közepén. Nem véletlenül van a nem idejű barnított emberek bevonulás Európába. Ezek az emberek az egy dolláros keresetéből nem tudtak volna idejönni. Ezek az embereknek pénzt adtak, hogy a múlt, a múlttal kapcsolatos gyökereket tönkretegyék, föllazítják Európa embereknek az összetételét, és rabszolgaságnak, rabszolga munkának fogják be magyar embereket. Én nem tudom, de mi nem voltunk gyarmatok. Franciaország, Anglia, talán nem nekik kéne ezt a kérdést rendbe tenni. Éppen ezért innen üzenem Viktornak, hogy ha nem fogadja meg a tanácsunkat, és nem kér tőlünk segítséget, akkor a történelem és Petőfi szellem elsöpri őt a hatalomból. A vagyont, amit eltulajdonítottak, azt pedig el fogjuk venni tőlük. Be kell valljak most itt önöknek valamit, be kell vallanom, hogy mint amiről már annyi sokat cikkeznek, és kíváncsiskodnak, hogy vajon hol is van Petőfi Sándor. El kell mondjak valamit, hogy egy pici turpisságot elkövettem megint itt az utóbbi időben, de sajnos muszáj volt különböző parasztészer gondolkodási cselhez folyamodni, mert a hatalom mindent megtett, hogy ez a nap ne jöjjön el. Hála Istennek, és köszönöm Istenem, hogy eljött ez a nap. Amikor információt szereztem arról, hogy különösen kiemelt műemléké nyilvánítják a Filmúti temetőbe a síremléket, a család sírbontját, eldöntöttem, hogy Sómanon keresztül veszünk egy földet, meg is vettük. Majd oda egy síremléket is felépített a földtulajdonosa. Amikor kiszivárgott, hogy valójában Petőfi Sándort fogjuk oda temetni, akkor az egész temetőbe különös
rendszer szabályt hoztak be, mintha egy műemlék lenne az egész temető. Tehát ez azért volt, hogyha Morvai jön a kérelmekkel, akkor a műemlékbizottság, akivel 20 évig pereskedtem mellesleg, fölöslegesen, el tudja utasítani. Így is történt, a bizottság elutasította, hogy a család sírboltjában nem lehet temetni, a félmúlti temetőben meg különleges eljárást kell lefolytatni. Hála a jogász kollégámnak, minden törvényt betartva, hangsúlyozom, a törvényen túli kérésüket is betartva, törvényes keretek között történt meg a Fiamúti temetőbe Petőfi Sándor földi maradványának végső nyughelyére helyezése. Bevallom, sokat cikkeztek, hogy mi is az a szarkofág, és valójában hol van a Petőfi Sándor csontjai. Igen, készült egy szarkofág, nagyon erős vasbetonból. Mert nem fogom hagyni, mint a Kádár fejét, hogy ellopják. Azt megint nem fogom hagyni, hogy... hogy végre tudják hajtani, amit kifundáltak. Mert azért vannak mindenütt magyar emberek. A Tudományos Akadémia szűk vezetőségi köre mellett is. És elárulták nekem, hogy ha véletlenül eltemetem Petőfi Sándort, akkor egy éjjel majd titokba kiserélik a csontokat a koporsóba, és nagy csindatattával egy fél év múlva felbontják a sírt sajtó előtt, és bebizonyítsák, hogy igazuk volt, amit két nappal a ásatás után megalapítottak, hogy nőt temettem. Mert innen üzenem nem fog sikerülni. Hogy is nem sikerül? Készítettünk egy szarkofágot, két közjegyző, két ügyvéd, 16 tanú polgármester jelenlétében kontrollanyagot vettünk abból a csontból, amit a szarkofágba helyeztünk, úgyhogy bármikor le lehet ellenőrizni, ma is rendelkezésemre áll. Ebből a kontrollanyagból vittünk egyébként Kínába is. Ezzel a kontrollanyag felhasználásával és a magyar Petőfi rokonok vérének felhasználásával állapították meg, hogy nem tévedtünk. Ők már a negyedik ország szakértői voltak, hogy Petőfi Sándort találtuk. Ezt a szarkofágot, igen, most kimondom. A kerepes, a Fiamúti temetőben a síremlék alá helyeztük el, akár tetszik az Orbán kormánynak, akár nem. Nem kell kutatni, ott van. Olyan műszerek vannak a szarkofág belhelyezve, hogy 21 évig bárki fölbontaná, jelez nekem is valahol külföldön egy adóállomás. Nem lehet kicserélni a csontokat. Tehát ma délelőtt megtörtént két egyházi vezető pap segítségével megtörtént a szentelés, a egyházi temetés. Azért kellett ilyen cselt alkalmazni, hogy itt 11 órakor kezdődött a Petőfi Visszatér című táncos darab, miközben a sajtó, a rokonok, külföldiek, papok segítségével végső búcsút vettünk a temetőbe Petőfi Sándorról, de még itt nem lesz vége. Tehát a Fiamúti temetőben van, remélem nem tudják eltüntetni, mert közel 4,5 tonna az a szarkofág, és műszerek jelzik a hozzányúlnak. Miért is történt ilyen hirtelen ez a temetés? El kell mondanom önöknek, hogy már akkor el akarták tulajdonítani, amikor a Szovjetunióból az Egyesült Államokba vittük, oda hivatalosan vittük vizsgálatokra. Ekkor úgy az Egyesült Államokból sajnos szégyen szemre
haza kellett csempésznem Magyarországra. Csempészni kellett haza Magyarországra. Alexej professzor, a Moszkvai Tudományos Akadémia elnöke többször mondta nekem, és szégyeltem magam, hogy magyar vagyok, hogy morvai, hát maguknak nem kell a puskinjuk. A kínaiak most Sanghajban azt mondják nekem, hogy hogy lehet az, hogy Magyarországon 5 éve nem vizsgáztak a Petőfi versből, és nem volt vizsgatétel a Petőfi munkássága, se kisiskolásoknak, sem főiskolásoknak. A kínaiak többet tudnak Bartókról, Petőfiről, mint mi. A világszabadság szimbólumát. Ez azért van, mert rabszolga könnyebben lesz az az ember, aki tudatlan, aki nem ismeri a múltját, az az ember nem annyira gondolkodik, és a kormányunk arra törekszik. Milyen érdekes, a múltról beszél az országunk, pedig egy ház is összedől, ha nincs alapja. Petőfi Sándor pedig a mi múltunkhoz tartozik, én úgy gondolom. Éppen ezért még egyet elmondok, én nagyon szegény paraszt családból származom, és viccesen szoktam mondani, hogy a szobában tején volt a radiátor, és jól nézett ki az ablakon, és én nem szégyellem. És az a sok nem, ez a sok akadályozás megtanította velem, és megtanította velem a Petőfi munkásságát. Igen, sok tudós emberrel beszéltem, mert nem értettem, hogy mi is történik. És rájöttünk, hogy a Petőfi versei a holnapnak szólnak. Petőfi Sándor nem csak a magyar, a világszabadság szimbóliuma, úgy is kell vele bánni. Éppen ezért én hálát adok az Istennek, hogy eljött ez a nap, és azt, amit 27 év elkezdtem, itt ma befejezem. De minden befejezés egy újjászületés is. Igen, jól mondta itt az előbb a bemondó, hogy valaminek történni kell Petőfi szellemébe. Jönni kell morvaiknak és Petőfiknek, hogy mindezt megvalósítsák. Én ameddig tudok, segíteni fogok benne. Mert igazán megtanultam. Megtanultam, hogy ha végignézzük a 12 pontot, csak egy párat hasonlítok össze. Nézzük csak meg. Demokrácia. Magyarországon van demokrácia? Kérdezem magunktól. Vagy a szabadság. Vagy a jogegyenlőség. Ismerek olyan vállalkozók, aki 20 000 forintot tévedett az adóbevallásánál. Pereskedett az APEC-kal, és most viszik a házát. Ugyanakkor látom a tévében, Rogán Antal 5-ször átjavítja adóbevallását, dől a háza. A felcsúti királyról már nem is beszélek, hogy 1 milliárdot eltévedt, és semmi baj nincs vele. Van itt sajtószabadság? Hát kérdezzük meg magunktól. Hogy fordulhat elő kis országunkba, hogy teljes zárlatot rendeltek el? Kimondom, én nem kertelek. Ott van a Eko TV vezérigazgatója, behívott, és azt mondta, Morvai látja ezt a széket. Amennyiben önnek a neve és a Petőfi neve ebbe a tévébe elhangzik, engem kirúgnak a tévétől. Elmondom, Dombóvári Gábor elvállalta itt a műsorvezetést. Kis idő múlva jelezte, hogy vagy a műsorvezetés, vagy kirúgják az állásából. Van itt olyan tanár, aki a tiltás ellenére eljött ide, és elhozta a gyerekeket is. Hát könyörgöm, milyen országban élünk. Félnek az emberek. Félnek az emberek. Épp ezért én azt mondom, ne féljünk. A Petőfi szellemében fel kell emelni szavunkat, mert nem a farka csóválja a kutyát, mi vagyunk többen. Csak össze kell fogni.